Üdvözlök mindenkit, szervusztok, Érok vagyok, és mai nap a Russian Fishing új norvég tenger mapján szeretnék nektek mutatni egy jó kis farmolási lehetőséget, ahol skill, illetve kredit is aránylag jól farmolható. Ahova el kell jutnunk, az az 556-os spot. Térképen már látjátok is, hogy ez tulajdonképpen hol helyezkedik el. Nem máshol, mint a kezdőhelytől körülbelül 40-50 lépésnyire. És igazándiból nincs más teendőnk, mint tulajdonképpen három felszerelést összeállítani, ami a következőképpen fog kinézni. Az egyik legolcsóbb botot, egy 38 kilós botot kell megvennetek, 3 darabot. A többi setup részletet azt látjátok a képen, esetleg pillanatá, és akkor kibírod másolni, vagy egy print screen, és utána nincs más dolgunk, mint elindulni tulajdonképpen a spotra. Lássuk is, hogy hogyan tudjuk megközelíteni. Eljössz a kis házak között, kijössz a sziklapartra, és tulajdonképpen el is értél a megfelelő helyre, ahol igazándiból előkapkodod a seprűnyeleket, és igazándiból behajigálod tulajdonképpen a szereléket, ami nagyon fontos, hogy nem zárod le az orsót. Ez a technika tulajdonképpen annyiban merül ki, hogy behajintod, amilyen messzire ugye csak tudod ezekkel a botokkal, illetve ezzel az apró súlyjal, ami van a zsinór végén. Ez egy körülbelül 25-30 méterre tudod eldobni, bedobod, és már dobod is a következő botot, ugye szépen 3 bottal megcsinálod, és nem zárod le az orsót. Nem kell megijedni, nem fogja elvinni a hal a zsinórodat. Egy kicsit fölgyorsítva nézzük meg, hogy néz ki ez a technika. Tulajdonképpen mindig veszed föl a botot, nyomogatod ugye a R betűt, és jelzi, hogy kapás van-e rajta, vagy pedig írja, hogy tulajdonképpen mozdíts meg a botodat, vagy ilyesmi. Teljesen mindegy, ha az a szöveg eltűnik, akkor be lehet vágni, és már jönnek is ki a halak. És ugye, mint tudjuk, ezek a skill pontok úgy növekednek szépen, ahogy fogod a halat. Nem súlyra, hanem darabszámra fogod kapni a skill pontot. Tehát, hogyha kimennél a tengerre ezekkel a kis pilincska botokkal, nagyon sokba kerülne a javítás, nagyon nem kifizetődő, és 1 óra horgászat után nézzük meg, hogy mit sikerült itt termelni. Igazándiból a kávézóban 3 fajta halat tudnék leadni, ugye ezt az elsőt, ez 48 kredit, elnézést, nem teljesen jól látom, illetve a másik 72, ami körülbelül 120 kredit, illetve a makrélákat tudnánk leadni, hogyha nem szeleteltem volna föl, és még az plusz egy 100 valahány kredit lenne, vagy 100 kredit, tehát így körülbelül 200 kreditet tudtunk volna leadni teljes mértékben a kávézóba. Ezen kívül pedig mindjárt meglátjátok, hogy 1 óra peca után, a halak leadása után igazándiból mindent összeszámolva ilyen 800 plusz, illetve 900 kreditre jött ki 1 óra horgászat. Nézzük is, azt mondja 600 sok, meg ugye a 200 kredó, és az aprót hozzáadod, akkor egy 800 plusz 900 kredit környéke lenne a történet. És igazándiból is érkeztünk nagyjából a videó végére. Én mindenkinek sok sikert kívánok a farmoláshoz, mind kreditben, mind skillpontokban. Remélem tetszett a videó, ha esetleg még szükség lenne ilyen apró cseprő kis tutoriál videókra, azt kérlek jelezzétek egy kommenttel a videó alatt. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnézted a videót, és remélem tetszett is. Tudjátok, feliratkozás, like és a többi habladuma. Én mindenkinek azt kívánom, hogy görbüljön. Sok sikert mindenkinek, legyetek jók, és találkozunk legközelebb is. Hello, hello, sziasztok!